Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Egy új kirakással, méghozzá a múlt élet, a múlt életi kirakás, egy szerelmi kirakás. Milyen életbe éltél a lélektársaddal egy másik inkarnációba? Érezd bele, persze a kártyákat megkevertem, kiugrottak már, és megnézzük, hogy mi a feladatotok ebben az életben megoldani. Érezd bele, hogyha rezonálsz vele, lehet, hogy vannak témák tényleg nálad is a múlt életből, és hogyha úgy érzed, hogy te visszavezetést szeretnél hipnózissal a múlt életi témákba, szívesen írhatsz szintén nekem is, vagy ezt a témát szívesen megnézheted közelebb. Nagyon ajánlom te neked. Húny be a szemed is, élvezd a hegyi kristály hangtár reszkését, valamit küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Hát úgy látom, hogy lehet, hogy te tényleg egy gyógyító voltál egy múlt életben, vagy pedig, hogyha férfi vagy nőként nézed, hogy vagy gyógyító nő, vagy gyógyító férfi voltál egy múlt életben, és ott a spiritualitás és a hit is egy nagy szerepet játszott, de valamint lehet, hogy a hit ezt a gyógyítást neked tiltotta valami módon, vagy nem megengedett volt ez a gyógyítás, és úgy látom, hogy tényleg börtönbe kerülhettél ez véget. Most ittem ezeket a kártyákat, amit kihúztam, hogy neked volt egy szeretőd, ő volt neked a szeretőd, és találkoztatok mindig, nyilvánosan találkoztatok, és a találkák megvoltak. És úgy látom tényleg, hogy ellettetek ítélve, vagy te lettél elítélve, vagy ő. És tényleg az elítélés itt is van már, mert ez az országgal volt kapcsolatos közöttetek. Ebben az országban is tényleg egy városban éltetek, és a háború alatt. A háború alatt lehet, hogy ez tiltva volt, hogy gyógyítsatok, tiltva volt, nem volt megengedve mondjuk ilyen természetes gyógyászat, vagy olyan rosszul néztek rá. Úgy látom, hogy a párod, ő egy mesterember lehetett, hogy igen, mesterséggel kereste meg a pénzét, és ti Ausztráliában éltetek, és kelti vallástok voltak, és lehet, hogy az egyiknek kelti volt a vallása, a kelti nemzettől, a másik pedig lehet katolikus volt, és ez be volt nektek tiltva. Innen erednek ezek a nehézségek, és tényleg börtönbe kerültél, meg lettél büntetve azért. Most rakjuk ki a kártyát, mit kell, hogy megtanuljál, mit kell, hogy felismerjél ebben az életben. Hát igen, a betegségről van a szó, a gyógyításról van a szó, és arról, hogy igen, hogy hű kell, hogy maradj magad véget, hogy teljesen hű maradj magad véget, hogy ez egy új kezdet létrejöhessen, hogy ez a negatív vesztesség érzést elmenjen. Ez nagyon fontos, hogy elengedjed őket, ami már itt elmúlt a múlt életi témákat. Rakjuk ki a kártyákat. Mit kell, hogy tudjál 4x9-et? Kirakjuk 4x9-et neked. Hogy mi is az üzenet neked erre az életre, hova kell, hogy oda nézz, mit kell, hogy megnézzél, mit üzennek neked a kártyák. Hát
Igen, te itt vagy egész fönt, ez azt jelenti, hogy igen, érzelmileg fenn vagytok, itt vagytok mind a ketten. Te nézel a lélektársadra, de nem tudod, hogy hova tegyed őtet. Szóval reménykedsz még benne, de még egy kicsit féltékeny is vagy, úgy látom, ha ő ránéz, és nagyon szeretnél egy egyensúlyt, hogy létrejöjjön ebben az életben, nyilvánosan, és minden, ami tévesen alakult a múlt életben, hogy ezt feloldjátok. A tudatalattidban ott van még a hiány. Ezt kellene, hogy feloldjad. Ő nála, ő is féltékeny, is te rád figyel, bízik benne, és hiszi azt, hogy ő is a lélektársad, és tényleg attól fél, hogy téged elveszít. Tudatalattiában nagyon szeretne egyensúlyt létrehozni. Nagyon szeretne tényleg nyilvánosan ezt, ami minden, ami tévesen történt, elengedni. Neked az volna a lényeg tényleg, hogy ezt a szerencsét, ezt a boldogságot éljed, és arra vágysz már, és ezt várod már, és úgy látom tényleg a bőséget szeretnéd, a bőséget, a váratlan változást, a váratlan örömet. Szeretnél megérkezni, tényleg ilyen könnyedén élni, örvendezve az életet élni, és e minden negatív, ellenséges érzést, ami a szerelemmel kapcsolatos elengedni, házassággal kapcsolatos elengedni, foganattal kapcsolatosat elengedni, ezt mind nagyon szeretnéd elengedni, úgy látom ezt az egészet. Ő nála az jött ki, hogy vannak még itten nála ilyen mély érzések, hogy valaki valamit ellop tőle, vagy elcsent tőle, ez az új kezdet, hogy nem jöhet létre. Az olyan gondolata is vannak, hogy tényleg, hogy ez szerencsétlenül fog ez az egész újra alakulni, beteges ez az egész közöttetek, és mérgelődik ezen is. Ez kellene, hogy elengedje ezeket a negatív hozzáállásokat. Valójában nagy a vágya a lelki oldalán. Nagy a vágya, hogy ez mindig megmaradjon, hogy ez egy állandósággá váljon, és hogy ez beinduljon, az a vágya. De addig még ez a negatív érzés itt van, ez nem fog létrejönni. Nektek mind a kettőtöknek fontos, hogy mire gondoltok, mi a gondolataitok. A szomorú gondolataitól szomorú érzések jönnek, és tényleg az a fontos itten, hogy a lélektárs, hogy fejezem ki, mint lélektárs nő, te is ne a vesztességre összpontosíts, hanem arra, hogy mi az ajándék neked, mit szeretnél, micsoda az ajándék, arra összpontosíts, hogy igen, egy levél, ha véletlen levelet kapsz, vagy levelet írsz, hogy az mindegy ajándék, koncentrálj, vagy összpontosíts tényleg a hűségre, valamint a meglátogatásra, hogy látogassátok meg egymást, és engedjétek el tényleg eztet a negatív gondolatokat, ez a halál gondolatokat, az nagyon fontos. Neked fontos a boldogság, neked fontos, tényleg az is fontos ez a bőségérzés, az is fontos, és a boldogtalanságot, hogy elengedjétek és elfogadjátok azt az ajándékot, ami az életetekbe szeretne jönni. A lélektársadnak fontos, hogy ő stabil legyen, hogy ezt a boldogtalanságot irányodba elengedje, hogy ezt az ellenséges gondolatokat elengedje, amit állandóan rágondol, transformálja, ez nagyon-nagyon fontos neki. A szerelemmel kapcsolatban valami tévesen alakult a lelki oldalon, és ezt meg lehet oldani, a lelki oldalon is tud ő neked üzenetet küldeni, levelet küldeni, egyensúlyt teremteni, és beindítani a dolgokat. Ezt nagyon meg lehet, ezt meg lehet oldani. Ez nem nagy probléma, ez nem nagy veszély, ezt meg lehet oldani. Nézzük meg, hogy mit kell még, hogy meggyógyítsatok ebben az életben. Háromat húzunk neked, és hármat húzunk neki. Három a magyaré. Négy esett ki neked. Három a magyaré. Hát itt most még több kiesett. Mit köt össze benneteket? Hogy az igazságot kell, hogy felismerjétek ebben az életben. Ez a lényeg, hogy felismerjétek az igazságot ebben az életben. Neked az jött ki, tényleg,
hogy legyél szorgalmas, dolgozzál, legyél szorgalmas, dolgozz a témáidon, akkor majd kegyelmet fogsz kapni, meg leszel kegyelmezve, és tudsz majd választani. De fontos az neked nagyon, hogy teljesen immun legyél, hogy ne legyél befolyásolva semmitől, amit akarnál vagy szeretnél. Hogy ezt teljesen engedd el. Nézzük most mi az ő leckéje valójában, hogy engedje ezt a harcolást, hogy ki a jobb, ki a rosszabb, szóval ezt a mércikélést engedje el egymás között, engedjétek ezt el, és hogy teljesen felelősséget vállaljon, mert akkor fognak csak a témák nála meggyógyulni, hogyha teljesen felelősséget vállal az életéért, és hogyha ezt az érzést, hogy ő már nem szeretne itt lenni, már meg szeretne halni, már hogy miért jött újra ide, amikor mi leszülettünk, befogadtuk a feladatokat, ez kell, hogy elengedje ezeket a negatív gondolatokat, és hogy legyen kreatív, hogy engedje meg, hogy a lelke tényleg kreatív irányba fejlődjön, és valamit változzon pozitív irányba, és ne arra koncentráljon, hogy ő a te életed elrontotta, hogy ő neked valami rosszat tett. Erre ne gondoljon abszolút, mert ez nem jó. És akkor nézzük meg még, húzzunk egy kártyát a szívszeretetből. Szívszeretet, hogy mit érzel te, és mit érez ő iránta. Mit érzel te? Neked az jött, hogy igen, hogy a szolgálás, szolgáltatás, én a jóra vagyok most ebben az életben irányba, hogy szolgáltatsz, szóval itt is a spirituális utadat élet, hogy szolgáltatsz, igen, a szívnek, szolgáltatsz, és nézzük neki, mi a feladata, és neki az jött ki, hogy megelégedett legyen, harmónia, és a békét érezze a szívében, valamint, hogy döntsön, hogy kinyitom magamat a fénynek, és hogy felismerem, a szeretet az a legerősebb erő az univerzumba, ami pedig összeköt benneteket, az pedig a várnémunk, hogy az érzékelés. Én felismerem, hogy minden teljesen egybe van, ez, hogy minden össze van egymással kötve. Ez volt az üzenet, a múlt életi üzenet, remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Nagyon sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!